A színház az nincsen idő határok közé szorítva. Az ember együtt él attól kezdve, hogy igent mondott. Ez egy olyan hajtó erő lesz egy életen át, hogy nagyon sok magánáldozatot kíván, nagyon sok időt szed magába, mint egy malom őrli az embert, de hát ez fantasztikus. Tehát azért amikor az ember ott ül a nézőtéren, és már az első bolondok háza öltözéses próbák lementek, és már úgy körülbelül áll minden, hát az valami nagyon nagy gyönyörűség, hogy azt látom, hogy annyi ember csak azt hordja, amit én szerettem volna, amit én tartottam jónak, és az a sok ember, akik a munkatársaim, azok minden erőbevetéssel azon küzdöttek, hogy ez mind-mind létrejöjjön. Szinte belülről tervezi meg a figurát, és nem kívülről. Mint egy szerzetes, szinte úgy fogalmazza meg az egész életét, és úgy dolgozik végig. Hát szeretem, ahogy a fantáziája mindig úgy száll. Tehát egy rendkívül impulzív, igazságszerető, ezt mindig erőteljesen képviselő, és amit egy rendkívül jó humorú, egy állandóan kacarászó, kacagó embert ismerte meg, akiből a tehetségen kívül a derű árad. Keby som mal charakterizovať jej tvorbu, tak poviem, že je taká ako dúha. Dúha má veľa farieb. A pestrofarebná je aj Erzsika. Én, aki elég jól ismerem és elég közelről, azt lehet mondani, hogy ezek a ruhák, ezek a családtagjai és a gyerekei. Végig kell járni az utat, és amit a sors az ember elé terel, annak örülni kell, és teljes erőbevetéssel csinálni.